Egy missziós orvos minden év tavaszán és őszén szabadságát feláldozva utazik Nigériába, hogy segítsen a betegeken, s az ott élők hitének ajándékaival térjen haza családjához. Az idei kiutazása azonban 2 hét helyett a világjárvány miatt fél évre sikerült. Fél évig nem látta családját, az itthon maradtakat. A Váci Krédó Ház Hit és Hivatás című műsor szeptemberi vendége Fodor Réka orvos volt, aki az afrikai pokol jelenvalóságát érzékeltette. A pusztító tűzvész, áradás, szegénység, éhínség, betegség világát. És bemutatta az afrikai mennyországot is, amelyet az ottani emberek hitében, mosolyában és a csodás gyógyulásaikban talált meg. Valja, mindenért hálát kell adnunk, meg kell tanulnunk örülni, és jobban figyelni Isten üzeneteire, akinek sokszor tapasztalta meg a humorát. Én 12 évesen eldöntöttem, hogy missziós orvos leszek. Igaz, hogy 30 évre elfelejtettem ezt az álmomat, viszont amikor 5 évvel ezelőtt ezt elkezdtem élni, akkor egyszerűen kitágult a világ, és hogyha elkezdesz a komfortzónán kívül élni, akkor élsz igazán. Úgyhogy most már második otthonom lett Nigéria, honnan nemrég értem haza. Igaz, 2 hétre készültem, most 6 hónapot kért tőlem a Jóisten, viszont annyi csoda történt, hogy az elképesztő. Egyrészt a magyar adakozók pénzéből 7000 családot tudtunk etetni, rizst, jamgyökeret, száraz tésztát, egyebeket tudtunk kiosztani, amellett, hogy orvoskodtam is. Pozitív meglepetésén ért a rengeteg hála, a rengeteg mosoly, hogy Isten áldjon, hogy van, aki letérdelt azért, hogy megköszönje, hogy egyáltalán szóváltunk vele, vagy kapott valamit. Nem, hogy ingyen terápiát, hanem egyáltalán megvizsgálás, őrület. És akkor innen, mikor hazajöttem, na akkor ért egy kultúrsok igazából. Viszont a csodák azok nem csak abból állnak, hogy pénzt gyűjtünk, hanem abból is, hogy én mondjuk egy maláriás meg tudok gyógyítani 10 dollárból, ami egyébként nem egy nagy feladat. Itt a gond, hogy a legszegényebb rétegnek nincs 10 dollárja. Viszont hogyha kiszámolod, hogy hány ezer embert tudsz megmenteni a maláriából, és mondjuk összehasonlítod egy dialízissel, ami ugye egy művese kezelés, az itt nálunk Magyarországon alap, mindenkinek jár, mert van TB. Ott egy kiváltság, 100 dollár egy ilyen. Na most, hogyha te egy krónikus betegre ráköltesz, hiába szimpatikus, 100 dollárt hetente 2-szer örökre, akkor több ezer embertől elvonod a pénzt. Én egy ilyen nehézségbe ütköztem, egyfolytában nehézségbe ütközöl a misszióba, folyamatosan válságmenedzsment üzemmódba kell haladnod. És mivel én nemet mondtam ennek az embernek például, viszont a férjem meg a Csókai András, akivel együtt csináljuk a missziót, azt mondták, hogy adjunk egy esélyt. Összegyűjtötte 2000 dollárt például ennek az egy embernek, és azért, hogy lássam, hogy ez nem mástól veszi el a pénzt, azt kérték, hogy az adakozók írják oda, hogy művese kezelés, vagy azt, hogy dialízis, vagy tóbiás, vagy bármi. És mire letelt a 8 hét, amire összegyűlt a pénz, meggyógyult az ember, ami egyébként én csodának veszem, hiszen egy krónikus veselételenségből ugye általában az szokott lenni, hogy kapsz egy művesekezelést, utána pedig válsz a transzplantációra, hogy majd egyszer kapsz valahonnan vesét. És ez az ember minden nap a magyarokért imádkozik. Akkor ott van az érsek atya, okeke, minden nap a magyarokért imádkozik. Ennek a rengeteg sok adománynak, amit mi összeraktunk, magyarok, ennek gyakorlatilag mi vagyunk a legnagyobb haszonélvezői, hiszen van rengeteg ember, aki értünk imádkozik minden nap. Ugye most nekem hálásnak kéne lennem, hogy 2 családom van, és akkor amikor ott vagyok, akkor az igazi hiányzik nagyon, amikor viszont itt vagyok, akkor az hiányzik nagyon. De most ezt még gyakorolnom kell, mert tényleg nagyon hiányoznak, és az is nagyon hiányzott, amikor ott voltam. Úgyhogy igen, a missziósnak a fél szíve az mindig ott reked.